A mai nap az, amikor a dolgozók nagy része kaphatja kézhez, vagy kaphatja meg a számlájára az emelt bért. El kell mondanom újra és újra, mert ez egy fontos hír, azt gondolom, és minél többször mondom el, annál fontosabbá tud talán válni, hogy több mint 20 alkalommal tárgyaltunk az EDDS-szel és a partnereivel, és hogy ennek köszönhető az, hogy júniusban megállapodtunk egymással, a szakdolgozóknál 4 lépcsőben történik béremelés, míg a diplomásoknál, orvosoknál, gyógyszerészeknél pedig 2 lépcsőben történik béremelés. Ha visszaemlékeznek rá, a múlt héten arról beszéltünk, hogy a kincstár és az OEP készen van a rendszereivel, és ugye akkor azt jeleztük, hogy még 2,5 nap van hátra, de a dolgozók egy része még nem került átsorolásra. Most arról tudok önöknek beszámolni, hogy a 97 000 általunk ismert és nyilvántartott egészségügyi dolgozó, aki át lehetett volna sorolni, ebből több mint 90 000 már átsorolásra került. Ami azt jelenti, hogy lesznek még kollégák, akik majd hóközi utalásban kaphatják csak majd meg az emelt bérüket, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez már nem a központnak az igazi ügye, hanem az intézményeknek kell egyenként eljárni ezekben az ügyekben. És hangsúlyozom, hogy a forrás rendelkezésre, hiszen már ebben a hónapban alapbérként 5,2 milliárd forintot utal az OEP, és a mozgóbérekkel együtt ez 6 milliárd forint feletti összeget tesz ki. Ebben az évben az erre szánt forrás közel 20 milliárd forint, 19,1 néhány tized milliárd forintról beszélünk, a jövő évben pedig ez több mint 80 milliárd forint lesz.